Jó estét kívánok! Ahogy jeleztük a tegnap és ma is, a rendkívüli állapotban fogunk rendszeresen jelentkezni. 13 órakor és 19 órakor, és bízom benne, hogy hasznos információkat tudunk önöknek átadni. Napközben a Facebookon beérkezett kérdéseket, felvetéseket a telefonhívások alapján utána járunk ügyeknek, hisz ez egy rendkívüli állapot, még ilyenben nem volt részünk. És a mai nap két fő témáját szeretnénk kibontani az első részben, majd a második részben a alelnök úr a hivatali eljárásrendekről fog még beszélni. Az első, a legfontosabb, amivel ma körülbelül hát 400 ember felhívott, keresett, írt, hogy mi a helyzet a nagyautó gépkocsi vezetőkkel, a kamionosokkal. Utána jártunk, egészen eljutottunk Bukarestben a járványtani intézethez, és egyértelművé vált, hogy a 3,5 tonna fölötti járművek tekintetében sem a karantén, sem a házi, a vesztegzár, sem pedig a házi otthoni elkülönítés nem alkalmazandó ebben a pillanatban. Tehát ma volt több olyan ember, akinek telefonon azt mondtam, hogy szerintem igen, de utána jártunk, tehát higgyenek annak, amit most hallanak és látnak, tehát a kamionosok esetében megengedett a közlekedés Európában. De felvállalják a felelősséget. Felvállalják a felelősséget, hogy olyan helyre járhatnak, olyan helyre juthatnak, ahonnan haza tudnak hozni vírust. És vannak szabályok is. A kamionba kell aludni, olyan helyeken lehet tankolni, ahol biztonságos, a rakodás, amikor emberekkel érintkeznek, kesztyű, védőfelszerelés, maszkot kell viselni, és természetesen benne van az is a papírba, ha bármelyik országban ellenőrzi, és kiderül, hogy vannak valamilyen jelek, ami betegségre utal, akkor ott kell hagyni az autót, a cég tulajdonos kell majd hazahozza, és ott karanténba kerül, vagy kórházba kerül beszállításra. Tehát legyenek tudatában abban annak, hogy ez egy rizikó, legyenek a tudatában a tulajdonos is, akinek az alkalmazottjai a sofőrök, de a sofőrök is tudják, hogy a gyerekeik, feleségeik, szüleik tekintetében milyen felelősséggel tartoznak. Úgyhogy ez a kamionnak a témaköre. A másik a témakör volt a mai nap. Reggel, nem is reggel, délben úgy értesültünk, hogy lakcím kell. Kiderült közben ma délután 5 órára, hogy lakcím nem kell azoknak a kettős állampolgároknak, akik be akarnak menni Magyarországra. Tehát most délután 17 órakor, 17-én, keddi napon az információ az, hogy aki kettős állampolgár, az Magyarországra bemehet és kijöhet. Ezt szerettem volna elmondani. Illetve még egy harmadik dolog, többen megkerestek, akik emberekkel érintkeznek, hogy mit kell biztosítson a munkáltató. A munkáltató azon munkatársai számára, akik gyakran és sok emberrel érintkeznek, ezekben az a napokban, ebben az időszakban kell biztosítson védőfelszerelést, kézmosáshoz, a kézmosó szappant, vagy amit tudnak beszerezni, és van hatékonysága a vírusnak az eltávolítására, a fertőzésnek az elkerülésére, illetve nagyon fontos az, hogy a távolságot igyekezzenek betartani. Arra kérünk mindenkit, hogy ne készpénzt használjanak, hanem lehet bankkártyát. Arra kérünk a cégeket, a vállalkozókat, hogy próbálják beszerezni a terminálokat, hogy lehessen bankkártyát használni. De ezekkel a részletekkel a munkajogi szempontból még vissza fogunk jönni. És akkor alelnök úr folytatja. Jó estét kívánok! Én is két témakörrel készültem. Az első az a rendkívüli állapotnak előidézte korlátozások, ami ugye az ügyfélfogadást érinti. A gyermekvédelmi rendszerünk Csíkszeredában, a Zöld Péter utcában lezárta az ügyfélfogadást. Arra kérek mindenkit, hogy ne jöjjenek a Zöld Péter utcai ingatlanba. Ami dokumentációt be szeretnének nyújtani, azt online vagy a postai szolgálattal el lehet küldeni. Tegnap már beszéltünk arról, hogy akiknek érvényes a fogyatékos besorolásuk, az meghosszabbítódik, illetve újakat nem lesz lehetőség kiadni, hiszen sem a kórház nem fog ilyen bizonyulatokat kiadni, sem pedig a polgármesteri hivatalok nem fognak szociális felméréseket készíteni a következő időszakban.
Ez az egyik dolog, a másik pedig a pályázati rendszerünk, illetve a kiírt és meghirdetett pályázataink, hiszen az élet nem áll meg. Ne felejtjék el a civil szervezetek, sportegyesületek, hogy a pályázati leadási határidő az március 26. csütörtök 12 óra, és annyit fogunk változtatni a csütörtöki tanácsülésen a kiírásban, hogy ezt online kell elküldeni, elektronikus formátumban, az info@hargitamegye.ro e-mail címre, illetve arra kérem, hogy csatolják még a programfelelősnek is, azért, hogy biztos legyen ez. Van még két olyan dokumentum, amit a pályázati iratcsomóba csatolni kell. Mind a kettő egy pénzügyi bizonylat, az egyik a pénzügytől, a pénzügyi hivataltól, a másik az önkormányzattól. A pénzügyi hivatal online kibocsátja ezeket a bizonylatokat, azok a civil szervezetek, akik regisztrálva vannak a pénzügyhivatalnak az online terében, azok ott kell kérjék és egy napon belül megkapják. Akik nincsenek, azok írásban kell kérjék és benyújtják a pénzügyi hivatal helyszínén, 3 napon belül meg fogják kapni, és fontos tudnivaló az, hogy a 3654-es miniszteri rendelet csatolmányát, a 2 számú csatolmányát kell kitölteni, ezt mi feltöltjük a Hargita megye tanácsának honlapjára is, illetve akik a polgármesteri hivataltól ki kell kérjék ezeket a pénzügyi bizonylatokat, és még nem tették meg, ma a kollégáim egyeztettek Hargita megyében az összes polgármesteri hivatallal, minden polgármesteri hivatal nyitott arra, hogy ezt akár online rendszerben, akár kinyomtatva, szkennelve, e-mailen elküldve a rendelkezésükre bocsássa. Arra kérem önöket, hogy mindenki, minden pályázó a saját önkormányzatánál érdeklődjön a polgármester úrtól, azoktól az illetékesektől, akik ezeket a bizonylatokat ki kell állítsák. Illetve van egy harmadik fontos dolog is, hiszen kollégáim ma egyeztettek a bíróságokkal, hiszen kértünk mi egy olyan bizonylatot, egy olyan igazolást, amit a bíróságok kellene kiállítsanak. Azt tapasztaltuk, hogy a rendkívüli állapotnak megfelelően a bíróságok meghatározták azt a prioritást, amivel ők foglalkoznak, és ez az igazolásnak a kiállítása nem prioritás számukra, nem tudják kiadni, ezért a csütörtöki tanácsülésünkre ezt is bevisszük módosításként a határozatba, ami azt jelenti, hogy ettől az igazolástól eltekintünk mi. Még csak ismétlésként ezt szeretném mondani, hogy minden nap 13 és 19 órakor, tehát itteni idő szerint, romániai idő szerint fogunk jelentkezni információkkal, pont azért tudjanak minket követni. Nagyon kérjük önöket, hogy használják a megosztásnak a lehetőségét, az információk jussanak el minél több helyre, és hasznos információkat találnak a korona.rmds, további hasznos információkat találnak a korona.rmds.ro oldalon. És még egyszer szeretném kihangsúlyozni, mi azért vagyunk itt, és azért tájékoztatunk, hogy időben tudjunk rákészülni dolgokra. Ha bármi időközben változik, valamelyik hatóság meggondolja magát, valamit mondnak délben, de délutánra már mást, akkor helyre tesszük. De legfontosabb az, hogy vigyázzunk egymásra. Ne felejtjék továbbra sem, nincs készfogás, nincs ölelkezés, nincs puszi. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra.